megmondatot ez is. Aki elbocsátja a feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Hát akkor elválnak útjaink, le is út, fel is út. Hát igen, bennünket sem az ásó, a kapa meg a nagy harang választ el egymástól, hanem jobb esetben a notár, vagy rosszabb esetben az ügyvédek meg a tekintetes bíróság, vagy a rabbi. Néha azt gondoljuk, hogy csak a mai kor ilyen szörnyű válás szempontjából. Jézus korában igen magas volt a válások száma a zsidók között. Ezt jó tudni. Manapság meg a házasságok 40-50%-a válással végződik. Talán több is. 2019-ben Magyarországon 65 ezer házasságot kötöttek, és 60 ezer válást regisztráltak. Ez nagyon kemény. Nézz körül! A közvetlen környezetedben hány elvált embert ismersz? Mit is tanít erről Jézus? Na, lássuk csak! Krisztus korában a mózesi vállólevél esetében a válló okot az ervat dávár kifejezés jelölte. Ezt úgy lehetne lefordítani, valami szemérmetlenség, illetlenség, szégyenletes dolog. Jézus korában két rabbi tanítása köré csoportosultak a vállással kapcsolatos vélemények. Sammáj rabbi a szexuális szemérmetlenségre helyezte a hangsúlyt. Nála vállóknak számított simán az asszony szabadon lógó haja, szakadt ruhája, mesztelen karja, férfiakkal való fürdése. You're unbelievable. Hillel rabbinál viszont a bármin volt a hangsúly. Na ezt megint elsóztad, Margit. Meg aztán, hogy is nézel ki? Csomagolj, mehetsz. Mert hát aki keres, az talál váló okot. Ezek a fadideusok? Na hát, csak nem ismertünk magunkra. Jézus ezzel szemben nem a vállásra, hanem a házasságra helyezte a hangsúlyt. A házasságban az Isten képére teremtett férfi és nő egymásra talál. Ez kizárólagosságot jelent. A férfi elhagyja szüleit és ragaszkodik feleségéhez, ez pedig elévülhetetlenséget. Úgyhogy már nem kettő, hanem egy test ők, és éppen ezért szét nem választható. Isten köti egybe ugyanis. Igen, igen, a házasságok az égben köttetnek, és egy örökké valóságra szólnak. De nem erről volt szó, mondod, és megy tovább. A hűtlen nehéz helyjel. Jézus azt mondja, hogy Mózes a mi szívünk keménysége miatt lett ilyen engedékeny a válással kapcsolatban. Mert a házasság nem arról szól, hogy minden apró zögykölődés esetén elválunk, amolyan könnyelmű nejűségből. Gondoljuk, hány olyan házasság van, ahol a gyerekeken csapódik le az állandó veszekedések hallgatása, és hány olyan válás van, ahol a csalódás és a magány kifosztottá és bizonytalanná tett mindenkit. Egyébként a mózesi parancsnak is az lett volna az üzenete, fontolják meg a válást a felek, mert nincs visszaút. Az elbocsátott asszonyt nem lehet többé visszavenni. A vállólevél így az asszonyt védte. Láttuk, Jézus komoly dolognak tartotta a házasságot, de bizony a válást is, mert egyetlen esetet kivéve minden elvált személlyel kötött házasságot paráználkodásnak nevezett. Isten előtt ugyanis még mindig feleséged a feleséged. Egy kivétellel. Az pedig a házasságtörés. Hát erről már beszéltünk. Ja, egyébként manapság a vállóperek leggyakoribb oka a megcsalás, félrelépés, a hűtlenség, na és persze az alkohol. Szó se róla, valóban megromolhat úgy a házasság, hogy a legjobb a szétválás. Elhidegülhetnek annyira, hogy az egyik egy másik karjába küldi, űzi választottját. Az okok változatosak lehetnek. Íme a 10 leggyakoribb párkapcsolati hiba, ami válló okká nem esülhet, ha nem beszélik meg időben a felek. Első, ne haragudj, vége, már nincs meg a kémia. Második, drágám, ma sokáig maradok bent, bejött még pár megrendelés. Harmadik, ezek a kölykök, teljesen ki vagyok. Megint mit csináltál? Na tessék, ez a te lányod. Negyedik, hát nem megmondtam, hogy bontott csirkét hozzá? Ötödik, volt nálam pénz, abból vettem. Milyen pénzből? Közös kasszán vagyunk, nem? Hatodik. Már megint vajon kire gondol? Vagy hogy teljesen ki vagyok az anyámtól. Az anyától. Hetedik.
Asszony, jól tudod, csak egy maradhat. Mehetsz. 8. Na hát, nekem is a kedvencem a rózsaszín, meg a passzói leves. 9. Hogy én hálat, vagy megszoksz, vagy megszöksz. 10. Légy a rabszolgám. A rabszolgád vagyok. Mennyi mindenen elcsúszhat hát egy házasság? A hitetlenség, a nagyfokú elidegenedés, a tehetetlenség és a szeretetlenség mindig megteszi a magáét. Ezt nem szabad elfelednünk. Jézus jól mondta, kemény a szívünk. De ami Krisztusunk a hegyi beszédben valójában Isten gyermekeinek szól, hogy szentül és fedhetetlenül éljenek. Mert hát, aki szelíd, béketeremtő, lélekben szegény és irgalmas, lásd a boldog mondásokat vagy a léleknek a gyümölcseit, az hogyan válhat el? Teszi fel a kérdést aranyszájú Szent János is. Minden esetre már jól látjuk, hogy a jó házasságért meg kell dolgozni. Pál apostol ezt mondja. Ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat, mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Krisztus példája is azt mondja tehát, hogy a házasságot, kapcsolatot, tüzet táplálni, ápolni kell. És akkor talán nem lesz szükség vállólevelekre, sem bírókra. Isten segít nekünk ebben. Munkára felhárt. Amen.